A fesztiválprogram ajánlásánál hallhattuk, hogy Bükkaljáról érkeznek hozzánk hagyományőrzők. Cserépfaluban a szőlő és a bor tisztelete ugyanúgy a hagyomány része, mint a zene, az ének és a tánc. Szombaton a piac téren egy rendhagyó zenés-táncos bormustrát láthatunk, de előtte ismerjük meg vendégeinket. Nagy tisztelettel köszöntöm Kosik István urat, Cserépfalu polgármesterét. Az az első kérdésem, hogy mutassa be ennek a kis településnek az életét, mindennapjait. Cserépfalu 1100 fős település itt a Bükkalján, Bogács szomszédságában, Mezőkövestől északra vagyunk 16 km-re, Egertől pedig 20 km-re keletre. A Bükkalja vonulta övez bennünket körbe, ez a település nagyon régi, több mint 800 évvel ezelőtt már megemlítik Cerep néven. A településünk régen is földművelésből élt, szőlőtermesztésből, gyümölcstermesztésből. A címerünkben is szőlő eke kapa van benne, amire nagyon büszkék vagyunk. Ősi egyébként ez a címerünk is. Az emberek eljártak nyáron summásnak, mészégetéssel foglalkoztak, pincéket faragtak télen, és hogy a mészt itt, a meszet itt égették, húsvétra a házakat gyönyörű fehérre meszelték, és az utazó, amikor jött Mezőkövesd irányába, akkor messziről rikítottak ezek a fehérházak, kőfalak, és a tiszta falu nevet adták ennek a településnek. Hogy a messzet elhordták az emberek a ország minden részébe, talán még Vecsés környékére is, ezért úgy nevezték őket, hogy a messzesek. Innen van a mondás, biztos sokan ismerik, hogy hajt mint a messzes, vagy mennek mint a messzesek, mert ugye gyorsan kellett menni, minél többet gyorsabban megfordultak, annál több pénzt tudtak zsebre rakni a mész értékesítéséből. Napjainkban a településről általában Mezőkövesdre és Egerbe járnak bedolgozni az emberek, ugyanígy iskolába is. Településünk minden közművel el van látva, kábel-tv-be gondolkodunk, most a széles sávú internet képítéssel erre pályázunk. Munkanélküliségünk sajnos az utóbbi időben nő, de egyébként az országos átlag alatt van inkább. A település a fa hazája volt mindig is, és ezért KFT-k, 2-3 KFT van, aki fafeldolgozással foglalkozik, bútorgyártás, fagömbölyítés, mint a seprűnyél, vagy akácoszlopok gyártása Hollandiába, a tengerparti területeknek a vikendházai alá rakják ezeket a kemény facöllöpöket. A női munkaerő az, ami sajnos nincs eléggé kihasználva, megszűnt a varoda, ugye eltelepült Romániába. A település nyitott a turizmus irányába, ma már van 30 vendégházunk, ezek összkomfortos vendégházak, 3 és inkább 4 napraforgósak. Képített erdeiskolánk van, ifjúsági turizmusunk tanösvénnyel, jó programokkal, és hogy a kép teljes legyen, képítettük a borturizmust is. Cserépfalu Bükkalja Borút Egyesület oszlopos települése, híres pincekultúránk van, díszes, faragott, festett pincék, a települést 400 pince övezi, veszi körül, mint anyagyermekét. A szószoros értelmében így van, hiszen a II. Világháborúban az Alföldről is nagyon sokan feljöttek, és ebbe a pincékbe bújtak be a front elől. Ez a 7 pince sor több mint 400 pincét takar, és hát azt hiszem, hogy erre méltán lehetünk büszkék. Például a futballpályánk alatt is van 6 pince, és itt talán a mi futballpályánk is van olyan híres, mint akármelyik stadion. A borokról is néhány szót. Általában fehér boros a vidék, az utóbbi időben telepítettünk vörösborokat, a kereslet igénye miatt, meg hát azért is, mert tudjuk, hogy a vörösbor olyan vitaminokat, értékeket tartalmaz, ami másban nincs meg, és a cserépi ember szeret egészségesen élni, és ezt javasolja a vecsésieknek is, meg másoknak is, hogy még egészségesebben éljenek, igyanak jó fehér és jó vörösborokat, és ezeket, ha program szerint akarják jó programokkal együtt kiegészíteni, akkor állunk elébe, mert nagyon jó programokat tudunk adni, több aspektusból is. Például, ha olyan csoport jön, aki kultúra barát, akkor azoknak megszervezünk egy falusétát a természeti, építészeti, kulturális látnivalókhoz. Ez egy 2,5 kilométeres kör, mintegy 15 állomás van benne, és akkor a végén lehet egy pár dolgot pár pincébe bort kóstolni. Amikor erősebb boros csoport jön, akkor pedig kiegyezzük ezeknek a szép pincéknek a meglátogatására, harmonika zenével,
borkóstolóval, borkorcsolyával, és akkor pedig a vonulás során ebbe a 3 kilométerbe egy pár kulturális témát nézünk meg, azért, hogy ne csak a testnek adjunk, hanem a kultúrának is, tehát így is tudunk túrát vezetni, meg amúgy is tudunk túrát vezetni. És ezeknek a vége azért még egy gasztronómiai élvezet is, amikor egy bográcsos elkészül, és elfogyasztjuk szintén jó borok mellett. Hát ezek után remélem, hogy a beharangzó sikerült úgy, hogy szeretettel várjuk a vecsieseket Cseréfaluba, a pincék nyitva vannak. Azt szoktuk mondani, akik nálunk jár és velünk mulat, akkor az olyan, mint amikor a... Tehát nálunk még a kutyaszába is szivallóg.